Újra verstől lesz hangos a város, jó estét kívánok! Idén 10. alkalommal rendezik meg a fehérvári versünnepet, erről lesz szó a mai esti mérlekben, tartsanak velem! Ribillió! Ribillió rohangálásának volna lenni jó! Idén tavasszal a diákok 10. alkalommal mutathatják meg tudásukat a fehérvári versünnepen. Az elmúlt évek során a rendezvény igazi mozgalommá fejlődött, ami évről évre azt bizonyítja, hogy van helye a város kulturális és ifjúsági életében. Emelte ki Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Van jubileumi 10. versünnepre kerül sor idén itt Székesfehérváron. Ugyanúgy várjuk a fiatalokat, akik a versen, a költeményeken keresztül szeretnék elmondani a véleményüket a világ nagy kérdéseiről, mint hogy az előző hosszú-hosszú esztendők során szerencsére jöttek ilyen fiatalok. Én azt hiszem, hogy az egyénnek is lehetőség, de a város közösségének is sokat ad ez a rendezvény. Én biztatom és kérem is az irodalomtanárokat, az osztályfőnököket, hogy azoknak a fiataloknak a figyelmét hívja föl a versünnep adta lehetőségekre, akikbe ott motoszkál ez a bizonyos tehetség, ez a bizonyos pozitív attitűd és viszony a versekhez, az irodalomhoz, a költeményekhez, hogy jöjjenek és jelentkezzenek a versünnepre. És valóban, ha valami úgy tud megélni 10 évet, 10. alkalmat, hogyha az elejétől kezdve érezhető volt, és be is bizonyosodott az évek alapján, és alatt, hogy van erre igény, és van társadalmi igény is. Az igény az a fiataloknál is megvan, meg ott vannak a tehetségek, akiket nekünk dolgunk segíteni, de ott van a felnőtteknél is, hiszen hogyha valaki visszaemlékszik, akár a versünnepre, akár a gálákra, nagyon-nagyon sokan jöttek el, megtelnek a termek, jönnek érdeklődők, nagyon sokan nézik a televízión keresztül, utána akár a többszöri ismétlést is, mert egy kicsit mozgalommá is vált a versünnep az elmúlt egy évtizedben. Varga Sándorék nagy dolgot álmodtak meg, a médiacentrum valami nagyon fontosnak a szervezője évről évre, és öröm, hogy ezt az Egyházmegye támogatása, a Vörösmarty Színház támogatása mellett lehet megszervezni, és valóban mozgalom, hiszen 10 évet megélt, rengeteg fiatallal lehetett találkozni, egyszerre a versünnep, aztán a verstámbor, aztán utána annak a bemutató gálája, úgyhogy bízom benne, hogy idén nagyon szépen tudjuk majd megünnepelni ezt a születésnapot. Ez volt az első fecske, hogy így is fogalmazhatnánk, hogy egyáltalán ez működik-e, hogy helyi szinten ezt meg lehet-e valósítani, és a versünnep sikere adta azt a bátorítást, ami ráadásul ugye nyilván nem csak Fehérvárról szól, hanem még nem is csak a megyéről, hanem a fehérvári egyházmegye területéről lehet jelentkezni, ami egy bővebb merítési lehetőséget ad, és szerencsére jönni szoktak máshonnan is. Majdnem azt mondtam, hogy versenyzők, de talán kevésbé verseny, inkább tényleg ünnep, tehát jelentkező. És igen, ennek nyomán, mint ez sikeres volt, és jöttek fiatalok, jelentkeztek, indult el a Fehérvár hangja, indult el aztán most már ugye a Fehérvár táncosa, aztán indul pár hét múlva már az első döntőre sor kerül egyfajta kommunikációs retorikai verseny tekintetében, és emellett pedig egy városismereti, várostörténeti verseny is indul Siklós Gyulára is emlékezvén, és ez mind-mind a versünnepből nőtte ki magát, mert az bizonyította azt, hogy érdemes ilyen kezdeményezésekkel a fiatalok között is elindulni, mert van bennük fogadókészség, erre szívesen jönnek, és nagyon-nagyon színvonalas délutánokat, estéket tudnak nekünk szerezni. Én bízom benne, hogy a 10-et a 11. követi, és aztán pedig lesz 15-dik, lesz 20-dik, és időről időre össze tudjuk hívni a fiatalokat, hiszen most azt is érdemes megnézni, hogy mondjuk az első években résztvevőkkel kivel mi lett, vannak közöttük már, akik esetleg pont a művészi pályán, a színészi pályán indultak el. Nem titkolt szándékunk, hogy kihasználva ezt a lehetőséget, valamilyen módon összehívjuk a fiatalokat, akik ebben a 10 évben részt vettek, hiszen egyrészt nélkülük nem lett volna ebből hagyomány, akármennyire szerettük volna mi ezt, ők nem jelentkeznek, akár többször nem jönnek ide-vissza, vagy nem vesznek részt a verstáborokba, és szeretnénk őket most összehívni, kicsit megnézni, hogy kivel mi van, másodszorban pedig, ha erre lesz lehetőség, akár valamilyen gála keretében, de egy kicsit a versmondásra is visszahívni őket. A tehetséggondozó versenyt 2010-ben hívta életre a Fehérvár Médiacentrum a Székesfehérvári Egyházmegyével, a város önkormányzatával, a Szent István Művelődési Házzal és a Vörösmarty Színházzal együttműködve. Az ötletgazda Varga Sándor volt. Jakubek Tiborné elmondta, az egyik cél az volt, hogy megszólítsák a középiskolásokat, rajtuk keresztül pedig a várost. Valóban öröm visszaidézni azokat a perceket, amikor 10 évvel ezelőtt itt az irodában összeültünk, és Varga Sándor is itt volt velünk, és igazából mondhatnám, hogy az ő feje
ebből pattant ki, hogy milyen jó lenne a város kulturális intézményeit úgy összefogni, hogy ez egy kulturális program köré szerveződjön. Nagyon-nagyon nagy áhított vágya volt igazából akkor ennek az intézménynek, hogy a Fehérvári Média Centrummal egy picit szorosabb kapcsolatba kerüljön. Hát arról meg nem is beszélve, hogy az önkormányzattal pedig egyébként is egy szorosabb együttműködési kapcsolat volt mindig is az intézmények között. Ezt így megálmodva mondta a Sándor akkor, hogy hát szólítsuk meg a középiskolás fiatalokat, hiszen ha őket meg tudjuk szólítani, akkor megszólítottuk a várost. És ez valóban így is van. Hiszen általában tudjuk, hogy mindannyian, akiknek gyerekei vannak, szólítsd meg a szülőt a gyerekén keresztül, és azzal együtt tömegeket tudtál megszólítani. Ez volt az egyik hívószó. A másik hívószó pedig mindenféleképp az, hogy értéket tudjunk adni a fiataloknak. Tehát, hogy felhívjuk a gyerekeknek, a fiataloknak a figyelmét arra, hogy a középiskolai évek azok nem csak arról szólnak, hogy nagyon-nagyon jól el vagyunk és bulizunk, hanem akkor lesznek igazán szépek és emlékezetesek és élménydúsak, hogyha olyan értékeket is belecsempésznek ezekbe a nagyon-nagyon rövid, bár akkor nagyon hosszúnak tűnő évekbe, hogyha kulturális élet terén teljesednek ki, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hiszen tudjuk, hogy a művészet az, és a művészet eszközei azok, amelyek igazából a szépre nyitják fel a figyelmünket. Na most a versek azok szintén, amelyeknek a megtanulása több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt memoriterként hihetetlen mód fejleszti az embernek a gondolkodását és egyáltalán az emlékező tehetségét. Majd ugye, ha azt megtanultuk, a szókincsét, hát arról nem is beszélve. És azt a hihetetlen nagy tárházat, miközben választanak önmaguknak verset, annyi verset meg kell, hogy nézzenek, amit egyébként nem valószínű, hogy megtennének. Tehát ha így most belegondolunk, milyen nagyon sokféle irányból ad egy hatalmas nagy háztárat ahhoz, hogy a kulturális téren tudjanak a gyerekek élményekhez jutni, akkor ez volt az egyik legszebb kezdeményezés. Itt van az elmúlt 10 év, csodákban lehetett részünk, hiszen ha csak az előválogatókra gondolunk, a döntőkre gondolunk, micsoda csodálatos verseket hoztak ide a fiatalok, micsoda élmények voltak, micsoda előadásmódok, micsoda személyiségek alakultak ki, és itt az együttműködést akkor még ugye ki kell, hogy szélesítsen menet közben a színházzal, ahol hihetetlen nagy köszönettel tartozunk azoknak a színészeknek, akik az egyébként más elfoglaltságuk mellett ugye időt szánnak arra, hogy ezekkel a fiatalokkal a szabad idejüket erre áldozva foglalkozzanak. Az a színpadi megjelenés, egyáltalán a jó versválasztás, a helyes kiejtés, ezeknek a gyakorlása, egyáltalán a viselkedés kultúra, tehát ezek mind-mind-mind olyan hihetetlen gazdag háztára annak, amelyik segítik, hogy valóban értékes kulturális élet legyen a középiskolák falai között, és ezután meg tudjon mutatkozni a város kulturális életében is. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nem elegendő dolog, hogyha csak mi felnőttek akarjuk azt, hogy kulturális rendezvényeinken részt vegyünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy ők ott legyenek velünk, élményekkel legyenek, gazdagabbak, motiváltak legyenek, és a tapasztalatok birtokában érezzék majd azt, hogy részesei akarnak lenni ennek a csodának. Akkor ezek szerint büszkén ad helyet a Szent István Művelődési Ház ennek a rendezvénynek? Igen, meg kell, hogy mondjam őszintén, valóban így van kezdetektől fogva. Ez egy öröm, és hát akkor, amikor a ház falai fiatalsággal, élettel, reményekkel, persze természetesen akkor, amikor itt vannak izgalmakkal, vajon mi lesz, hogyan lesz, és azt kell, hogy mondjam, hogy még a csalódásuk sem fájdalmas csalódás. Hiszen a fejlődésünk folyamán is, hát nekik is szembesülniük kell azzal, hogy az út, amikor az ember elindul valami felé, az nem mindjárt az első lépcsőfok, a legmagasabb fok. És ez sokszor nem is baj így, hiszen mindannyiunknak más-más az útja, más-más a fejlődési menete, de az, hogy minden lépcsőfokon vannak segítő kezek, akik a másodikra felemelnek, és újabb lehetőséget kínálnak arra, hogy újra próbára tegyük magunkat, az viszont egy olyan áldásos ajándék, amellyel élni kell szerintem. Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatója elmondta, a megmérettetés része a cég társadalmi felelősségvállalási programjának. 9 év, és immár a 10. versünnep az, ami következik. Kollégáim, amikor 2010-ben elindították ezt a kezdeményezést, talán bíztak benne, de nem biztos, hogy biztosak is voltak abban, hogy megéri ezt a 10. évfordulót ez a kezdeményezés, de boldogság szerintem mindannyiunknak, az egész városnak, hogy egy ilyen sikeres, és mondhatjuk bátran, hogy nagyon szép és színvonalas rendezvény nőtte ki magát abból a kiinduló pontból, ami 2010-ben megfogalmazódott Varga Sándor, illetve több akkori kollégánk fejében. A versünnep azóta egy mozgalommá nőtte ki magát, a város tehetségkutató rendezvényeinek egyike, mondhatjuk, hogy a legfontosabbika, amelyik
minden évben több tucat fiatalt vonz, nem csak Fehérvárról, hanem az Egyházmegye iskoláiból és más megyei középfokú intézményekből is, akik aztán egy szakmai zsűri előtt megméretik magukat, és a döntőben pedig már mindenki már egy felkészült művészként adja elő a produkcióját. A Fehérvár Média Centrum a város közösségért dolgozik, a mi feladatunk az, hogy a város eseményeiről, híreiről tájékoztassuk a fehérváriakat, a város környékén élőket, de nem csak az itt élőket, hanem mondhatjuk bátran, hogy az egész ország lakosságát, hiszen amit az országos médiában Székesfehérvárról látni, hallani lehet, az a legtöbb esetben a kollégáim munkájának köszönhető. De emellett, hogy hírekről beszámolunk és tájékoztatunk az eseményekről, dolgunk az is, hogy a fehérvári emberek kezdeményezéseit, egyéb nem a hírek, nem az információk világába tartozó jó dolgokat, ötleteket, kezdeményezéseket is támogassunk. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy társadalmi felelősségvállalás, ami komolyabb cégek életében egy fontos momentum, hiszen mindannyian egy közösség részeként dolgozunk. Egy cég vagyunk, egy cég munkatársai, de hát mi magunk is itt élünk Székesfehérváron vagy a környékén, tehát kötelességünk részt venni annak a közösségnek az életében, amelyik egyébként az adóink keresztül finanszírozza a mi munkánkat. Ennek a társadalmi felelősségvállalásnak a része a Fehérvári Versünnep, aminek mi szervezői vagyunk most már 10. alkalommal. Szerencsére nem csak egyedül, hanem Székesfehérvár önkormányzatával, Székesfehérvári Egyházmegyével, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házzal, illetve a Vörösmarty Színházzal együtt. A jelentkezésre február 11-ig van lehetőség. Várjuk a www.versünnep.hu honlapon közreadott szabályzat, illetve jelentkezési űrlapok mentén a diákok jelentkezését, hogy ki jelentkezhet, ugyanazok, akik a korábbi versünnepeken, tehát azok, akik a székesfehérvári középfokú intézményekben tanulnak 9-től 13. osztályig, a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott és üzemeltetett középfokú intézmények hallgatói, illetve azok a megyében más középiskolába járó diákok, akik székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkeznek. Az elődöntő a február 16-ai hétvégén lesz, ha szükséges, akkor 17-én vasárnap is, ez a jelentkezők létszámától függ, akik egy választott verssel bemutatják tehetségüket, tudásukat a szakmai zsűri előtt. A zsűri idén is 5 tagból áll, Kubik Anna művésznő vezeti, tagjai Závodszky Noémi színművésznő a Vörösmarty Színházból, Vakler Lajos kollégánk, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, Bobori Zoltán költő, előadó művész, a Vörösmarty Társaság elnöke, és a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében várhatóan Tornyai Gábor atya. Ő előttük kell helytállniuk a versenyzőknek, és az a 12, aki itt a zsűri arra érdemesnek talál, bejut az április 6-án megrendezésre kerülő döntőbe. Nagyon komoly felkészülési munka várja a 12 döntőst, hiszen a Vörösmarty Színház színművészei egy mentorprogrammal támogatják az ő döntőre való felkészülésüket. Ezt az időszakot ráadásul most megnyújtottuk, hiszen az elődöntő az február közepén lesz, a döntő pedig április elején, tehát egy bő másfél hónap áll majd rendelkezésükre arra, hogy a színház művészeinek segítségével felkészüljenek a választott versük tolmácsolására. A szakmai gyakorlaton, rengeteg tudáson, amit a felkészülés során magukba szívhatnak, más is vár a versenyzőkre, nyilván értékes díjak a győztesre, a helyezettekre, de ezen túl a város jóvoltából várhatóan valamennyi döntős részt vehet majd a székelyföldi Varga Sándor verstáborban, amely minden évben várja nem csak a fehérvári versünnep döntőseit, hanem a Kárpát-medence más részeiről a magyar fiatalokat is, akik szintén neves szakmai segítséggel készülhetnek akár az előadó művészi pályára, akár csak az életüket megkönnyítendő arra, hogy bátrabban, felkészültebben, okosabban tudjanak megnyilvánulni, akár színpadon, akár egy vizsgán, akár csak a magánéletben. Miután ez a 10. alkalom, a 10. fehérvári versünnep, készülünk magán a versenyen kívül más dolgokkal is, ami emlékezetessé teheti az évfordulót. Erről a következő hónapok során fogunk majd tájékoztatást adni.
A részvétel feltételeit, a versennyel kapcsolatos információkat megtalálhatják a www.versünnep.hu honlapon vagy a Facebookon. Mától egészen február 11-éig várják a jelentkezéseket. A szervezők arra kérnek titeket, kedves középiskolások, hogy legyetek bátrak és jelentkezzetek. Mutassátok meg magatokat. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!